A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem és a Közép-Dunamenti Fejlesztési Tanács képviselői tartottak fórumot március 29-én az Erzsébet nagy szállodában. Az Egyetem és a Fejlesztési Tanács térség agrárfejlesztését szolgáló közös projektjét dr. Mikulás Brigitta, a tanács elnöke ismertette. A jelen projektnek a célja, hogy a fejlesztési térségben a precíziós gazdálkodás indokoltsága, alkalmazási lehetőségei felmérése, illetve a témához kapcsolódó problémák feltárásra kerüljenek. A projekt finanszírozása az elnök szerint központi költségvetésből történik, ebben nagy szerepe van Süli Jánosnak. A Paks 2 projektért felelős miniszter az eseményen hangsúlyozta. Az atomerőmű építésével párhuzamosan már a kezdetektől fontos volt a térség fejlesztése. Kezdettől azt mondtuk, hogy az atomerőmű építéshez párosodjon egy térségfejlesztés, hogy ne csak azok járjanak jó, akik bekerülnek az atomerőműbe dolgozni, hanem a teljes régióba élő szereplők érezzék, hogy itt jobb ezen a területen lakni, és ennek sokféle ágazata volt ebbe beleértve az elektromos mobilitást, agrár gazdálkodással kapcsolódó dolgot, de a tartósítóipart, akkor hűtőházat, tehát sok mindennel foglalkozunk. A fórumot követően Süli János megköszönte választóinak bizalmát, akik lehetővé tették, hogy a térségért dolgozzon a parlamentben. Arra kérek mindenkit, mert ugye az a biztos, ami már túl vagyunk, hogy vasárnap minél többen jöjjenek el szavazni. 42 éve élek a városba. Ez úgy gondolom, hogy bizonyította az én elkötelezettségemet, hogy arra kérek mindenkit, hogy szavazzanak rám. Április 3-án népszavazásra is készül az ország, amely a miniszter szerint nagyon fontos kérdéseket tartalmaz.